Na jó, ez biztos, hogy víz. Köszönöm. Botka, vagy egy nagyon szar gin. Illatában picit ilyen rozsos jegyek, de úgy teljesen lágy, kicsi, talán etiles érzés, de nem túl erős. Ízében is abszolút rozsos jegyek, enyhe, pici, édes kis lecsengés, tök jó pofa, nem túl erős. Azért engem megnyert ez a vodka, kíváncsi leszek azért, hogy mi ez. Ja, a Bolsz, ah, jó kis Bolsz, egy 16. századi amsterdami vodka márka, abszolút jó, nem nagyon tévedtem a rozsos mi voltjával kapcsolatban. Meglepődtem, sokkal rosszabb pálatra számítottam a névből, de amúgy tényleg kimondottan jó, szeretni való. Na, ezzel meg vagyunk akkor. Jöhet a következő! Ah, köszönöm. Na. Hú, hát egy enyhe alkoholt érzek, de amúgy nem túl erős, ez biztos nem víz? Biztos, hogy nem. Na jó, hát illatában enyhe, lágy, picit talán citrusosságot érzek. Ú, viszont ízében nagyon jó kis édes. Tök jó a lecsengésében, egy kicsi, hát biztos, hogy gabona vodka. Nagyjából ilyen Oroszország felé tendálnám, vagy talán egy ilyen kisebb lengyel lepárló. Abszolút jó, kíváncsi vagyok, hogy mi ez. Hát a Smirnoff. Jó, ő egy orosz cég, Pierre Smirnoff, maga az alapítója az egész lepárlóüzemnek, egy 19. század elejé cég. Ők azért nagyon az amerikai piacon tendáltak, pont azért, hogy koktélok alapanyagaiként tudják eladni a pálatokat. Tök jó, tényleg picit édes, amúgy nem túl kitörő ízekkel, egy jó kis, egy koktél alapanyagoknak egy tökéletes kis pálat. Talán a sokat beszélő nevű Moszkov Nyugónak a legjobb variánsa. Jó, meg vagyok vele elégedve, jó kis pálat. Most kezdem el ezt élvezni. Jöhet a következő. Na, lássuk. Hú, de jó, nagyon érdekes. Egy kicsit édes, nagyon picit citrusosságot érzek egy évként az enyhe alkohol mellett. De jó ízében. Nagyon jó. Elég édes, tök kellemes. Talán egy picit olyan, hát olyan közepesen testes, de úgy tök jó citrusosság van a végén. Talán egy pici ánizs, amit még érzek benne. Szerintem ez gabonavodka, és tippre merem állítani, ez a Stolich neje. De hát lássuk. Ja, na, jó, hát a Stolich neje. Sikerült eltalálni. Egy orosz cég, abszolút jó kis párlatokat gyárt. Ő egy alfa minősítésű párlat, több különböző szűrési technikán keresztül ment át. Tényleg nagyon tiszta, nagyon jó, abszolút lehet érezni ezt a kellemes kis édességet, ami benne van. Koktélok alapanyagainak tökéletes, egy jó, tiszta, jó kis párlat. Ez ízlet, ez jó, tetszik. Még ilyet. Na jó, ez most már kezd izgi lenni, kezdem élvezni. Jöhet a következő. Köszönöm. Na, lássuk. Na jó, ez biztos, hogy víz. Ez nem víz. Jó, nagyon, nagyon kis enyhe illatok, pici alkoholt érzek. Viszont az íze. Abszolút illatából semmit nem lehet következtetni az ízére. Nagyon jó, egy bomba robban, egy íz bomba robban a számba. Tök jó pofa, tök jó édes az elején, nagyon kellemes. Talán rozs, talán árpa, nem vagyok biztos az alapanyagban. Szerintem egy lengyel kis lepárló, de hát lássuk. Ja, egy picit tévedtem, a Finlandia.
nevében is benne van, hogy egy finn márka. Abszolút. Van egy vita egyébként a világban, hogy kik találták fel, vagy kik gyártják a legjobb vodkákat. Ugye az oroszok és a finnek között ez nem egy egyszerű vita, de nagyjából a finnek tökéletesen megmutatták azt, hogy ők mit is tudnak ebbe a páratkategóriába ezzel a márkával. Nagyon jó, tényleg jó. Wow, ez tetszik. Na, remélem van még. Na, kíváncsi vagyok a következőre. Nagyon szépen köszönöm. Itt kicsit jobban dominál az alkohol, de abszolút friss, nagyon kellemes, kicsit ilyen zöldes jegyek. Ízében nagyon jó, nagyon teljesen lekerekedve az ízek. Szintén egy pici ilyen zöldiós, talán egy kis mandulás jegyeket érzek benne. Egyébként nagyon kellemes, nagyon tiszta és egy édes párlat. Még egyet csak azért is. Nagyon jó, nagyon jó. Erre nagyon kíváncsi vagyok. Fogalmam sincs, mi lehet. Ja, az abszolút. Jó, na azért finn után a svéd vodka azért egy kicsit érdekes. Egy jó kis cég, nagyjából azt hiszem az 1800-as években alapult cég. A svédek ezzel a márkával teljesen betörtek a piacra, ugye hát a svédek is mondhatnak maguknak egy jópofa kis alkoholkultúrát. Egy teljesen jó kis párlat, ez egy limitált, illetve egy egyedi kiadása az Absolut Blue vodkának, de az Absolut Blue az alappárlatuk van. Egy teljesen tiszta, egy nagyon kellemes, nagyon jó kis ital, magába is, de jó koktélok alapanyagaként is. Jó, ez tetszett. A vodkák szigorított törvények szerint egy effektíve finom szeszek, visszafokolt finom szeszek, minimum, illetve maximum 37,5 fokra lehet őket visszafokolni. Itt az alapanyag az, ami nagyon sokat számít. Általában gabonából készítik gabonavodkák, hogyha bármilyen más alapanyagot használnak hozzá, azt fel kell tüntetni a burgonyán és a gabonán kívül, azt fel kell tüntetni magán az üvegen. Nagyon fontos az, hogy az alapízt azt szelektíven visszább kell venniük, tehát minél magasabb alkoholfokra lepárolni a szeszt, és minél inkább tisztaságot és hát csúnyán mondva ilyen íztelenséget kell elérni benne. Ez ugye sokszor nem valósul meg, ahogy éreztük is ezeknél a párlatoknál, ugyanis maga az alapanyag, az eljárás és hát a visszafokoláshoz használt víz is rengeteget számít az ízében. Az, hogy hova eredeztethető, már csak pusztán azért sorakom egymás mellé őket, hogy pusztán hova eredeztethető a vodkának a gyártása, az ne az énre szórtam legyen, hogy én ezt megmondjam. Nagyon sok nemzet magáénak vallja, de kétségtelenül egy nagyon jó párlat. Koktélokhoz, némelyik magában fogyasztva is, ezek az úgynevezett alsó polci vodkák közül is azért bőven talál az ember magának olyat, ami tényleg jó és fogyasztható. Picit visszahűtve, picit máshogy, de hát koktélokhoz meg abszolút jó, és egy jó bartender meg tudni fogja, hogy melyik vodkát használja melyik koktélhoz. Sorrendet semmiféleképpen nem tudnék állítani most itt közül az öt közül. Mindegyik a maga nemében és a maga fajában. Tökéletes, abszolút jó. Kóstoljuk végig az összeset. Kezdjük előre a felvételt. Jó? Na, nem.